Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Körmenden. Arra kérem az egybegyűlteket, hogy a tanítás elején mondjuk el a tiszta univerzum mantráját, Om Nam, 7-szer, közösen. Om Nam. 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 Kora nyár van. Már a primőrök rég beértek, és a hagymát már felszedtük a kertből. Nézzük meg a hagymát, hogy milyen érdekes. Vegyük a jó kis magyar zöldhagymát, vagy póréhagymát, és nézd meg a szárát, nézd meg a fejét, a kis gyökerét, és kezd el hántani lefelé. Mi történik, amikor a hagymarétegek elkezdenek széttagolódni? Felszabadul az illóolaj, megérzed az illatát. Vannak olyan tájak, ahol roppantják a hagymát, és nem vágják, azért, hogy az illóolaj benne maradjon. És a létezésünk, az élet és halál tapasztalatunk pontosan ilyen. Meg tudod-e roppantani úgy, hogy az énség burka lemenjen róla, és a létezés rétegei feltáruljanak, és először is meglássuk, megtapasztaljuk, és utána megértsük, hogy mi történik velünk ebben a testben, ezen kívül, amikor lejövünk bele, és amikor eltávozunk belőle. A Szívszútrában van az úgynevezett öt skanda, ami az öt építőelemnek fogható fel, a forma, a test, az érzés, az érzékelés, az akarat és a tudatosság. És látom a szemekkel, hogy így keresed, hogy én tudok erre akár emlékezni 5 perc múlva is, és látod, hogy nem. Nem. A Buddha sem a szútrákat tanította, az ő tanításából szűrték le a szútrákat. Nem fordítva. Sákyamuni Buddha nem volt buddhista. Ugye ezt tudjuk. Útonjáró volt, elérte a felébredést, és az ő tanítását különböző módokon adták tovább. A továbbadás módja a zenben a kuanok, azaz történetek megtudása, megértése, a paradox kérdések föltétele, és a válaszok intuitív megadása. És most föl szeretnék olvasni egy olyan költeményt, illetve történetet, ahol a létezés hagymarétegei nagyon szépen föltárulnak, és nem a szútrák abstrakciójával, hanem egy olyan tapasztalással, ami mindenkinek a rendelkezésére áll. Hármas, a harang hangja. Egy napon, miközben a templom nagy harangját kongatták, a Buddha megkérdezte Ánandát. Ánanda, honnan jön a harang hangja? A harangból, felelte Ánanda. A harangból? Kérdezte vissza a Buddha. De ha nem lenne ütő, hogyan adná ki a hangot? Ánanda sietve javította korábbi kijelentését. Az ütőből. Az ütőből? Kérdezte újra a Buddha. De ha nem lenne levegő, hogyan jutna el a hang idáig? Tényleg, hát persze, a levegőből jön. A levegőből? De ha nem lenne füled, hogyan hallanád a hangot? Igen,
Szükségem van a fülemre, hogy halljam. Tehát a fülemből jön. A füledből? Ha nem lenne hallásod, hogyan fognád fel a harang hangját? A hallásom által keletkezik a hang. Ánanda, ha nem lenne tudatod, hogyan észlelnéd, hogy hallod a harang hangját? Mire Ánanda így felelt. A tudat teremtette. Kérdések. Mindent a tudat teremt. Ez helyes? Honnan jött a harang hangja? Ha nincs tudatod, hová tűnik a harang hangja? Negyedik. Ánanda kimondta azt, hogy tudat. Ha csendben maradt volna, akkor is lett volna tudata? A te tudatod, az én tudatom, az összes lény eredeti tudata azonos vagy különböző? Ha tisztán hallod ezt a hangot, elvágtál minden dualisztikus gondolkodást. Ha ezt tapasztalod, akkor egyé válunk ebben a pillanatban, és a tudatunk nem bomlik föl elmékre, egyénre, énségre, és ekkor vagyunk egy tudat. De ez az egy tudat, ez nem tudat, tehát nem elme. Keleten ezt úgy mondták, hogy kicsi tudat vagy nagy tudat. A kicsi tudat az elme, az énséghez köthető gondolkodás. A nagy tudat ezért nem tudat. Mind, originally no mind. Na, erre a nyugati nem tud gombot varni, elmegy pszichológiát olvasni, elolvas 3 könyvtárat, kijár 20 iskolát, és még mindig nem tudja, csak egyre nagyobb a zavar a fejében. De ha visszatérsz a hanghoz, ha visszatérsz a közvetlen tapasztaláshoz, akkor az egyéválás a tiéd. Ekkor kiderül, hogy az elméd az összes alkotásával, teremtésével együtt jön és megy. Nem abszolút, hanem relatív. Nem tökéletes, hanem tulajdonságoktól függő. Nem elszigetelt, hanem kölcsönhatásban van a környezetével. Értsük meg, hogy az egoitás élménye nem olyan, hogy valami rossz dolog történik bennünk, de nem is történik semmi jó. A nyugati gondolkodásmódban nagyon nehéz megválaszolni azt a kérdést helyesen, hogy az egoitás és az egészséges személyiség azonos vagy különböző. Ha azt mondod, azonos, hiba, különböző, az is hiba. Miért? Az egészséges személyiség az az a kölcsönható, látó, normális működés, amit ugye mindenki elvár mástól, de remélhetőleg magától is. Hogy legyél normális. Hogy halld meg, amit mondanak, ne legyél mások ártalmára, legyél megszólítható, legyél segítőkész. Hát ezeket a normatívákat az összeszervezett vallás így közli kötetekben. Ez a normális személyiség. Mikor lesz ebből egoitás? Tehát hogyan lesz ez? Valami rossz dolog történik velem? Tehát mikor nem hallom meg a harang hangját, holott ott ütötték meg előttem? Tehát az egoitás élménye az az abszolút én, amikor a kicsi én akar abszolút lenni. Hogy csak nekem van igazam. Csak én hallom jól. Csak én látom jól. A másik biztos, hogy nem látja jól, sőt, én még jobban tudom azt, hogy ő miért nem látja jól. Az elszigetelt énség, a magát tökéletesnek mondó énség, az öröklétet titkon belül szomjazó énség, az, amikor a személyiség átmegy egy olyan elszigetelt, az abszolútot a keletkezés szintjén célzó üzemmódba, amiből a fixa ideák összerakásával a fix énség illúziója összeáll. Ez az egoitás. Ez az önzés. Hogy csak én éljem túl. Mindenki más meghalhat. Csak nekem legyen mindenem. Mindenki más lehet nyugodtan szegény. Nyugodtan. De nekem és csak nekem legyen jó. És amikor észreveszed, hogy ugyanannak a léleknek a kétféle üzemmódja a normál személy és az elviselhetetlen ego, akkor egy picikét az ember alább hagy. Ha az egoitás egy olyan lélekrész lenne, amit te kioperálhatnál, kihányhatnál, kikakilhatnál, és akkor te megszabadulsz, nagyon egyszerű lenne a felébredés. De
Ez is illúzió. Ez is a normalitásnak egy elveszett üzemmódja. És hogyha ezt visszanyeri az ember, mint normális üzemmód, akkor tisztán lát. Tisztán hal. Tisztán érez, tisztán gondolkodik, mert a tükör tudatát a saját önképe nem felhőzi el. Az, hogy mindent a tudat teremt, az körülbelül annyit ér, mint hogy mindent Isten teremt. Ugyanúgy az Isten ismeret, a teológia itt nem segít nyugaton, az Isten élmény segítene, amit a misztikus keresztények tapasztaltak leginkább, legyen a sivatag, vagy valami egyéb ilyen néma kolostorok cellája. Keleten a szútra tudás önmagában nem vezetett a felébredéshez, és a ceremóniák sem, ezt már Sákyamuni Buddha elmondta, hogy sem a szövegek tudása, sem a rituálék nem vezetnek a felébredéshez, jó tudáshoz, jó karmához, erényhez, ehhez vezetnek, de ennek az eredeti tudatnak a tapasztalata az, ami elvezet egy felébredettebb állapothoz. Emlékezzünk arra, hogy a sötétség önmagában nem létezik. A sötétség az csak a fény hiánya. Milyen jó lenne, hogyha az egoitást ki lehetne operálni, hogy az előbb említett módokon ki lehetne üríteni. Elmennél a spirituális sebészetre, a várólista nagyon hosszú lenne, egyszer csak sorra kerülsz, és választhatsz, hogy érzéstelenítéssel vagy anélkül, de az egódat kiveszik. És bedobják az ego égetőbe, és az ott elmegy, mint a veszélyes hulladékok többsége. De nem ez történik, hölgyeim és uraim. A sötétség nem vihető ki vödörrel, vagy villástargoncával. Egyszerűen ki kell nyitni az ablakot, hogy jöjjön be a fény. Az egoitás illúzióját csak a tisztán látó, éntelen tudat tudja elvinni. És ez a tisztán látó tudat nem tartalmaz énséget, vagy önképet. Az igazi önvalódhoz nem köthető személy vagy énélmény. De az avatárodnak, a személyiségednek égetően szüksége van arra, amit már hordozunk magunkban, csak több rétegnyi hagymával letakartuk, hogy ne lássuk a gyökerét. És ezért kell a hagyma rétegeket, mint érzés, érzékelés, akarat és elmebéli egyéni tudatosság egy adott pillanatban levetnünk, félretennünk, mert ezekkel hamisan azonosítjuk magunkat, az ehhez köthető képzetekkel egy abszolút személyiséget szeretnénk formálni, amely csak a jót kapja, aminek nem kell változnia, aminek minden jár, akinek előjogai vannak, aki mások fölé tudja emelni magát valamilyen létrán, és érezzük, hogy ez mélyen valahol belül hamis. Mert az ég kék, és a fű zöld, és a te eged nem kékebb, mint az enyém. És az énegem sose lesz kékebb, mint másé. Ezt belül valahol érezzük, de nem nagyon tudjuk az utat, hogy ezt hogyan tapasztaljuk meg, a zen pedig semmi más nem tesz, mint elvesz. Mindenki kéri az áldást, kéri a beavatást, és helyette fogadalmak vannak, helyette gyakorlás van. Tehát elvesz. Elveszi az illúziódat, elveszi a hamis önképedet. Miért? Mert ami van, az már benned van. Amire szükség van, az ott lüktet a szíved mélyén. És a bevezető végén egy másik költeményt olvasok föl, amely pont erre világít rá. Ez már nem a Buddha korából származó történet, hanem Sung San Zen-mester tanító költeménye, 185-ös. Csak láss! Ha meg akarod látni a Buddhák birodalmát, akkor tartsd meg a tiszta, térszerű tudatot. Engedj el minden gondolatot és vágyat. Engedd, hogy a tudatod bármit megéljen ebben a pillanatban. Hogyan tartod meg a tiszta tudatot? Ha nem menne, hallgasd a következőket. A megvilágosodás természete. A felső birodalmakban vannak a buddhák, alattuk a létesülés hat világa. Egytől egyig minden jelenség teljes. Egytől egyig mindenben megvan. A por és a lényeg áthatják egymást. Már mindenben nyilvánvaló. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá, egyszerű, világos. Látod? Hallod? Már tisztán látsz.
már tisztán hallasz. Ez a bot, a hangja és a tudatod. Azonos vagy különböző? Ha azt mondod azonosak, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod különbözőek, akkor is. Miért? 3x3=9. Kérdések. A bot, a hangja és te hogyan váltok egyé? Hogyan tartod meg a tiszta, térszerű tudatot? Értsd meg, láss rá, egyszerű, világos. Ez mit jelent? Mit jelent az, hogy 3x3=9? Kommentár. Tavasszal sok virág nyílik. Nyáron zöldelnek a fák. Őszre megérik a gyümölcs. Télen hideg van. Kezdetben 4 lábon, azután 2 lábon, utána 3 lábon, végül egyetlen lábon sem. Ezek mit jelentenek? Érted? Ha nem, kérdezd meg a kőleányt. Nagyon szép választ fogadni. Hölgyeim és uraim, szerintem bevezetőnek ennyi bőven elég volt. Ebből a zen alapízét, mint a jó kis magyar dinsztelt hagymát a felszínre tudtuk hozni, és hogyha most bárkinek van kérdése, akkor kísérletet teszek arra, hogy megválaszoljam. Kinek van hát kérdése? A családomban van mentális beteg, testvérem, és engem hogy befolyásolhat az a spirituális úton, vagy a karma? Segíthet. Ugyanis persze segíthet. Ugyanis bemutatja, hogy a tudatunk mennyire sérülékeny, mennyire változó, és amennyire együtt érzek a testvéred állapotával, annyira tartsd magad szerencsésnek, hogy ebből tanulhatsz. Minden állapot külső és belső körülményektől függ. Ha tényleg tanulmányozod az együttérző segítség mellett, hogy miért lett ő mentálisan beteg, akkor ezt te a magad esetében ki tudod küszöbölni. Azt is meglátod, hogy miért születtél mellé. És ez segíthet az úton. Tehát ezen a földön biztos, hogy tapasztalunk szenvedést. 4 nagy és 4 kisebb szenvedés képzelhető el. Ezt a Buddha tanította, de még tanított más formákat is. A 4 nagy, a születés, öregség, betegség, halál. És a 4 kisebb, amikor olyan társaságban vagyunk, ahol nem szeretnénk lenni, vagy nem vagyunk olyan társaságban, ahol szeretnénk lenni, azt kapjuk, amit nem szeretnénk, fejléces levelek, csekkek. És nem kapjuk azt, amit szeretnénk, futár, amit megrendeltél. És amikor látod ezt, akkor az 5 skanda, amit a bevezetőben említettem, egyensúlytalansága az a következő sorszenvedésnek a címkéje. Tehát amikor a test és a lélek különböző moduljai, részei nincsenek egyensúlyban. Amikor a test és a lélek nagyon szétválik, és az elme nagyon ragaszkodik valamilyen képzethez, ez az őrület egy formája. Nagyon ragaszkodik, nagyon őrült, kicsit ragaszkodik, kicsit őrült, és ha az elmét semmilyen fixa ideával nem azonosítja magát, akkor nem őrült. Ha így megnézed, akkor egy kis önvizsgálat után beáll a diagnózis. Tehát mi az, amiben, mint kijelentés, te annyira hiszel, hogy abszolútnak gondolod. Az a te személyes dogmatikád. És ez, ha te nagyon ragaszkodsz, akkor szét tudnád lőni azt, aki azt mondja, hogy ez nem igaz. Milyen körülmények között igaz, és milyen körülmények között nem? Ez a kérdés. Milyen körülmények között vált mentálisan instabillá és betegi a testvéred, és hogyan lehet ezeket stabilizálni? Miért? Mert a Buddha nem csak a szenvedés tényét mutatta ki, hanem kimutatta az okát, a megszüntetését, és a megszüntetéshez vezető utat. És ezt be lehet járni. Tehát ezért mondom, hogy serkent a spirituális útra, mert az ember normál alapállapotában egy szenvedéskerülő és boldogságkereső lény. Hangsúlyozom, normális alapállapotában. Az feltűnt, hogy minden ember jónak tartja magát alapvetően. Pár rossz tulajdonságom van, de alapvetően jó vagyok. Boldogságot és szeretetet keresek, adok és kapok,
És mástól is ezt várom el. De akkor miért néz így ki a világ? Nem tűnt fel, hogy itt valami kőkemény öncsalás van az egyén, a pár, a család és a csoport, mint társadalom és társadalmak részéről? Itt valami kőkemény szétválása van az illúziónak és a valóságnak. Hol vált szét a testvéred tudata és a valóság? Ezt meg kell nézni. Hogyan tartod össze, ezt most ne nekem mondd, ezt magadnak, és ha lehet neki. Tehát olyasféle terápiára van szükség, amely nem a zen hatókörébe tartozik. Részemről, vagy az ő részéről? Az orvosai részéről, hogyha orvosra van szüksége. Részedről, mivel a spirituális úton járó személynek tartod magad, egy olyasféle módszerre van szükség, amelyben hiszel, ami egy hagyománynak a része, és ami a felébredés felé visz. A felébredés nem más ebben az esetben, mint a hamis önképektől, működésképtelen illúzióktól való megszabadulás, és ezáltal minden olyan tudattartalomtól való megszabadulás, amely leválaszt a valóságról. Magyarul letöröljük a foltokat a tükörről. Semmi más. Ezt kell tenni, és remélem, hogy ez a testvérednek is sikerül. Köszönöm. Nagyon szívesen. Igen, csak a tiszta tudatosság állapota még nem a szeretet, hanem a forrása. Ez nagyon fontos. Ebből a tiszta tudatból mindent lehet gyártani. Tehát látsz nagyon tiszta tudatú, rendkívüli képességekkel bíró embereket, akik folyamatosan egy magas szintű egoitást termelnek ebből újra. Ugye? Nem minden jóképességű, világos tudatú ember jóindulatú, együttérző és emberbarát. Nézzünk rá a világra. Tehát következhet ebből az alapállapotból, az egyéváltság és tisztult tudat állapotából a szeretet. De nem egyértelmű, mert ez rajtunk múlik, hogy mit csinálunk belőle. Oké? És vannak, akik rendkívüli érzelmi intelligenciával, elképesztő karizmával, narcisztikus, diktatórikus hajlammal megnyerik maguknak az embereket, és utána a szenvedésbe taszítják őket. Nézd meg azokat a vezető típusokat, 20. század és a 21. század rengeteg példát ad, de főleg Európa, mint hogy Európa ezt így tömeggyártásba adná. Mind az elmetudatosság, az az intellektus, mind a szívtudatosság, mint érzelmi intelligencia rendelkezik ennek a szuperegoitásnak a képességével, amit az előbb elmondtam. A tantien tudatosság, amelyben nincs dualitás, nincs keletkezett érzelem és nincs keletkezett gondolat, abban ilyen nincs. Ez nagyon fontos. Tehát nem lehet azt mondani, hogy automata pilótára állítom a szeretetet, hogyha járok a meditáció útján. Ezt nekem kell belül átéreznem, teremtenem, gondolkodás nélkül tapasztalnom, tehát dualisztikus önképgyártás nélkül tapasztalnom. Mert ha nem, akkor valami egyebet csinálok belőle, önérdeket csinálok belőle. Tényleg az egyik legfontosabb mozdulat ehhez, hogy a megkülönböztetés megmarad, de az ítélkezés megszűnik. Tehát nézd meg, hogyha kiiktatod a megkülönböztető gondolkodást, akkor nem tudod a tisztát és a szennyezettet megkülönböztetni. És ez nagyon nagy hiba. Gyerekeknek ezért kell megtanítani, hogy kisfiam, azt nem eszed meg. Ezt megeheted. De attól, hogy azt nem eheted meg, az nem lesz rossz. Csak számodra ártalmas. És ezért ne edd meg. De lehet, hogy egy másik lény, ha megeszi, neki az nagyon jó. Neked az nem jó. Ami neked jó, az lehet, hogy más lénynek teljesen halálos. Tehát nézzük meg azt, hogy ítéletalkotás nélkül hogy tudjuk a megkülönböztető tudatosságot megtartani. Na, itt van egy nagyon keskeny középút. És ez elvezethet a szeretetig, de hát ez teljesen kb. Olyan, hogy az ítéletmentes gondolkodás az egy jármű, és egy hatalmas nagy mező, ahol ezek a járművek találkoznak. Ez a szeretet. Fel kell tenni azt a kérdést, hogy hogyan segíthetek neked. Ez az együttérzés alapja. Ha ez nem kölcsönös, akkor előbb-utóbb elsajátítjuk a másikat.
és nem pedig együtt haladunk az úton. Tehát a szeretet, mint élmény, egyszerre nagyon-nagyon egyszerű, de ha el akarod gondolni, nagyon bonyolult. Hogy hogy tudsz együtt lenni egy másik emberrel úgy, hogy közösen haladtok az úton. És a közös boldogság nem válik kettős vagy családi szinten többes énséggé, hanem nyitva marad. Amellett, hogy megőrzi az integritását, és segít mondjuk másoknak is ugyanezt elérni. Ez nem filantrópia, és nem valamiféle naivitás. Miért? Ha én nem segítek neked, és ti nem segítetek másoknak, akkor az ő szenvedésük bejön az ablakon, betöri az ajtódat, lerombolja az életedet, ellopja a vagyonodat, károsítja a kapcsolataidat. Tehát ezért van a bodhiszattva útnak ekkora jelentősége, hogy a szenvedő lények számtalanok, fogadom, hogy mindnek segítségére leszek. A szenvedélyek kötelékei sokfélék, fogadom, hogy mindtől megszabadulok. A szenvedély az a szeretet gátja. Nézd meg, szenvedélybeteg ember képtelen a szeretetre. Szeretni szeretne, de valójában a szenvedélyeit éli ki. Oké? És az út a teljesség elérése, fogadom, hogy végigjárom. Úgyhogy ez a négy bodhiszattva fogadalom, amely egy nagyon nagy szellemi teret biztosít, és a tudat letisztulását lehetővé teszi, ha gyakorlod, és ennek az egyik velejárója, ha tetszik, mellékterméke a szeretet és a boldogság. Ezért mondta, hogy meg kell látni ennek a forrását, és ebből a forrásból táplálkozni, de nem azonosítani a teremtőt a teremtettel, a forrást az eredménnyel. Mert akkor összecserélünk valamit, és ez nagyon veszélyes. Tehát akkor, ahogy ezt páran szokták mondani, nem a zen hagyományban, hogy gyümölcs oldal, hogy csak a gyümölcs kell. Ez azt jelenti, hogy kimész a piac, és bevásárolsz 2 tonna almát. És a zen nem ilyen. A zen azt mondja, alma kell? Tessék elmenni a faiskolába. Hazavinni a csemetét, elültetni, gondozni, termőre fordul, akkor van alma. Mert az a tiéd, azt megcsináltad, és nem magadnak. Mindenki másnak is, neked is, a párodnak is, és a családnak is. Így rendben van. De az, hogy elvárjuk a világtól, hogy így működjön, ahogy leírod, az nem fog menni. Ezért kell a teremtő hozzáállás, és ezért nem megy a teremtő megtalálása nélkül, hogy mi az a tudat, ami teremti a harang hangját, a világot, és benne a szeretetet. Jó? Szívesen. Egyéb kérdés? Amikor azt hallom, hogy megtartani a tükörtudatosságot, akkor mindig érzek magamon egy ilyen frusztrációt, hogy olyan érzésem van, mint egy ilyen paradoxon, hogy én hibázom, ha meg akarom tartani. De ha nem akarod megtartani, az még nagyobb hiba. Örülök, mert ez lefegyverzi az elmét. Tehát hogy tudsz valamit megtartani, amit el sem érhetsz? Ezt a régi kínai közmondás így mondta, hogyan találhatsz meg egy bikát, aminek már a hátán ülsz? Elmondom úgy, hogy kapálódzik és ráz. Tehát, hogyha meg akarod tartani a tiszta tudatot, minden olyan akadály fölmerül, ami ezt gátolja. Tehát a zen az egy olyan ártatlannak tűnő műfaj, hogy leülsz a, most akik gyakorolnak, és egy kicsit már tudják ezt, azok kacagnak, leülsz a kis párnádra, és meg akarod tartani a pillanat, a tér és a hangzás tudatosságát. És nem megy. Tehát minden följön, az összes sztori, az összes narratíva, minden képzet, a határidőnaplótól kezdve, a teendőlistádig, minden, és ezek még csak a jobb képzetek, és nem a kis dinók a tudattalanod Jurassic Parkjából. Nagyon fontos az, hogy térjünk vissza a pillanatba, mert ebben a pillanatban van minden, és itt dől el, hogy a tudatod tiszta lesz, vagy tisztátalan. Ez a pillanat a múlt, a jelen és a jövő olvasztó tégeje. És hogyha meg akarod nevezni, meg akarod fogni, el akarod különíteni ezt a tiszta tudatot, ez nem megy, mert eredetileg nincs neve, nincs formája. A múlt, a jelen és a jövő hármas világában egyaránt jelen van, de egyetlen jelenséggel sem azonos. De mégis, ahogy hallottad a költeményben, mindenben megvan. De nem vonható ki semmiből.
Nincs az, hogy akkor a tiszta tudatot kivonom ebből a jelenségből, elrakom egy kémcsőbe, hazamegyek és boldog vagyok. Ez nem megy. Hát hogyan tapasztalsz meg valamit, ami a tapasztaló maga? És ezért van az, hogy a bikán ülsz, és úgy szerzel róla tudomást, hogy kapálódzik, hogy ráz, hogy le akar vetni a hátáról. És amikor leülsz meditálni, és tapasztalod ezeket, akkor hajolsz meg a hagyomány tényleges értékei előtt. Hogy tanítanak egy olyan utat, amelyen ha mész, akkor egy tisztább tudatú, igazabb ember leszel, aki a valósággal sokkal inkább kapcsolatban van. És itt az elmének a kiiktatása a fontos, és az a cselekedet, amely a nem cselekvés maga. Egy olyan tudatállapot, ami a nem gondolkodás maga. Ami a visszatérés a dualitások elé, mert ez az az eszencia, amiből a legfinomabb minőségeket le tudjuk gyártani, ha akarjuk. Ha meg nem, akkor a karmánk újra termeli önmagát. Úgyhogy nem tudom. Te sem tudod. Senki nem tudja. De mindannyian tapasztalhatjuk. Most mit látsz? Most mit hallasz? Most mit érzel? Most mit teszel? Hát amiben ezek tükröződnek, azt keressük, a maga tiszta, tárgyatlan, mozdulatlan, keletkezés és megszűnés előtti állapotában. És ez, ahogy hallhattad a költeményből, mindannyiunkban, mint lehetőség jelen van. Oké? Okay? Ezt kell kihasználni. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Én nagyon szerettem volna váltani munkát, és ez sikerült is idén, és minden úgy nézett ki, hogy ez nagyon jó úton megy, és gyerekekkel foglalkozhatok. Igaz, külföldön, de az még nagyobb kihívás volt számomra, igen. És az odafelé vezető úton a mantrák nagyon segítettek, hogy a következő 10 órát köztük 9 gyerekkel megfelelő tudatossággal tudjam működtetni. A párom azt mondta, hogy ez nem működött volna a meditáció és egyéb nélkül. Ha már a párod is ezt mondja, azért az elég nagy biztonságérzetet adhat neked. Az nagyon jó. Igen. Nem kell győzködni. Igen. Igen, és úgy éreztem, hogy jó úton vagyok, és végre a segítőhivatást gyakorolhatom. Viszont ez egy hivatali ügy miatt egyik pillanatra a másikra megszűnt. Úgyhogy... Nem szűnt meg. Elbújt az ügy megoldatlansága mögé. A helyzet nem szűnt meg. A gyerekek nem szűntek meg. Akadály merült föl. Igen. Ennyi. Jó. Akkor ez... Akkor ez számodra egy választási lehetőség. Igen. Egy. Megkerülöd az akadályt? Nagyon igyekeztem. Vagy leküzdöd? Az idő. Az idő magában nem segít és nem gátol. Az ok és okozat törvényének a tükrében meg kell nézni, hogy az akadály számodra leküzdhetőnek tűnik-e, segítséggel vagy anélkül, vagy sem. Ha leküzdhetőnek tűnik, két dolgot figyelj meg. Mi van az akadály túloldalán? Ez úgy tűnik, hogy világos, hiszen tudod, hogy mi ez tapasztalatból. És azt is, hogy kivé válsz azáltal, hogy ezt az akadályt leküzdöd. És hogyha mind a kettő, a személyes és a dologi része, szándékosan nem mondom szubjektívnek és objektívnek, mert félrevezető. Ha mind a két rész, a személyes és az objektíválható rész ugyanazt az irányt követi, és azt látod, hogy azzá a személyé válsz a leküzdése által, akivé szeretnél lenni, olyan létállapotba jutsz, amilyenbe szeretnél kerülni, akkor mindent bele. Az összes hajtóművel. De hogyha az ok és okozat törvényét látva, meghosszabbítva, azt látod az akadály túloldalán, hogy nem ezt szeretnéd elérni, nem ezzé a személyé szeretnél válni, akkor az akadály azért merült föl, mert ezt a tudattalanod szépen beletolta a térbe, beletolta az eseménybe, és magad elé állítottál falat. Van úgy, hogy mások állítanak eléd falat. Ezt kell megnézni, hogy honnan jött az akadály, és akkor életbe léphet ez a döntési mechanizmus. És ezt belül, hogyha tényleg rendszeresen gyakorolsz egy tiszta tudattal, nem nehéz eldönteni. Ezek egyszerű és világos kérdések.
Jó? Jó, nagyon köszönöm. Második pedig egy halálfélelemmel kapcsolatos lenne. A családban a párom édesapja ment nyugdíjba, és lebetegedett, és olyan halálfélelemmel él napi szinten, hogy igazából nem... Tehát igyekszünk neki segíteni, hogy ezt leküzdje. A kérdésem az, hogy hogy tudnék én még jobban, vagy hogy tudnék én segíteni neki. Mert... Vissza kell adni a munkát a kezébe, nyugdíjasként. Olyan, mint az én boldogult apám, 22 évvel ezelőtt ment el. Ő 70 éves koráig, mivel orvosprofesszor volt, hivatalban maradhatott, és mihelyt megkapta a nyugdíjazási papírját, az volt az élménye, hogy ő feleslegessé vált. És 71 évesen meghalt. Tehát azért kell erre nagyon vigyázni, mert az ember itt a földön, ha nem talál célt az életének, akkor odadobja. És hogyha egy férfinak az a célja, hogy dolgozzon, eredményt érjen el, hasson, alkosson, gyarapítson, akkor ezt nyugdíjazás után is valamilyen formában művelnie kell, hogy az életének az a hajtóereje, hogy én ezt teszem másokért, mások részére, és ezért kapok valamilyen visszajelzést, ez ne menjen el. Tehát én az egész család példáját, apámék négyen voltak testvérek végignézve, tudom, hogy nem fog nyugdíjba menni. Elérek egy korhatárt, kapok ilyen vicces papírt, hogy most mit gondolnak rólam ott az igazgatóságon, ugye? Gazdaságilag. Az olyan vicces, hát 10 év és itt van. Ez hihetetlen. Egyszerűen nem tudok rá matematikailag gombot varni, nem csak azért, mert matekból sose voltam jó, hanem azért, mert olyan vicces, hogy egy mechanizmus, egy infrastruktúra és a benne ülő személyek rólad azt gondolják, hogy te most nyugdíjba mész, mert elértél egy bizonyos korra. Tehát nem, kérem szépen, mindenkinek tennie kell a dolgát, amiben hisz, járni az útját, aminek az irányát maga számára és esetleg másoknak jónak gondolja. Nem megyünk nyugdíjba. Egyszerűen kileheljük a lelkünket a testből, amikor már megszűnt az inkarnáció kötelessége és lehetősége egyszerre. Az a jó, ha egyszerre szűnik meg. Tehát befejezted, és nincs tovább. És mész a következőbe. Nincs nyugdíj. Fogd föl. Munka van. Ha megszülettél, akkor úgy. Ha testen kívül vagy, akkor úgy. És ez utóbbi sokkal nehezebb. Oké? Okay? Munkát. Tehát vissza kell neki adni a munkát, mert az az életének az értelme. Munkát adunk neki. Tehát, hogy az de az nem lenne. Olyat, valami gubanc van. Valami itt. Van. Tessék valamit visszaadni neki, amit elvesztett a nyugdíjazása. Igazából... Apuka, nem vagy felesleges. Apuka, szeretünk. Apuka, ezt csináld meg, mert csak te tudod megcsinálni. Csak te tudod. Tehát alapállapotban ez kell az emberek, hogy amit csak te tudsz. Tehát anya, azért főzzél nekem tofus lecsót, mert ezt csak te tudod így. Apa, azért csináld meg, légy szíves, a szemüvegtokomat, az autót, a polcot, a kilincset, mert ezt csak te tudod. És ez is ezzel a hétköznapi én, az nagyon nagy táplálékot kap, hogy ő pótolhatatlan, kicserélhetetlen. És ez mennyire játszhat szerepet, hogy ő az elmúlt években igazából halottakkal halottakat kísért utolsó útjukra. Hát sajnos, hogyha nem tisztítja meg a tudatát, akkor megy utánuk. Tehát azonosul a helyzettel, és felpörgeti a mulandóságot csak azért, mert a halállal foglalkozik. És akkor valami mást kell adni neki, ami életben tartja. Esetleg azoknak kell segítenie, akik szintén halottakat kísérnek, és hasonló problémáik vannak. Egy réteggel följebb kell menni. Jó. Tehát nem az, hogy hogy mész utánuk, hogy maradsz itt. Amíg dolgod van. Oké? Okay? Jó, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Szeretnék először is gratulálni a kisfiadhoz, aki nagyon szépen nagyon gyönyörű. Az anyának is köszönöm, az én nélkül. Természetesen, csak most nem tudom. És én meg hálás vagyok Virág Benedeknek, hogy ő az, aki, és hogy ő született hozzá. Igen. És ezzel kapcsolatban szeretnék, hogy mennyire változtatta meg az életedet ő? Teljesen. Mi az, amit adott, és mi az, amit mondjuk úgy érzed, hogy elvett?
csak azt adhatta, amit tényleg kapnom kellett. Tehát itt úgy kinyitott, hogy egyszerűen hát másfél éves folyamat. Ugye a fogantatás, 9 plusz 1 hónap, és most múlt 10 hónapos a drága. Hát cirka másfél év plusz 2 hónap. Szerencsére én nem őrzöm meg a korábbi önképeim diáit. Nem tartok egy olyan gyűjteményt, hogy így kikeresem, hogy na másfél évvel ezelőtt ki voltam, és akkor vissza is zuhanok bele, de nem. Én csak azt érzem, hogy egy olyan szeretetmező nyílt meg, ami nélküle számomra nem lett volna lehetséges. Ez biztos. Mit vett el? Mindent. Ugyanúgy elvette a korábbi önképet, amit gondoltam magamról, vagy mások mondtak, és teljes minőségi csere. Aztán majd a világhoz egy bizonyos döntést, meg írnak, mondanak róla, hogy ez most belőlem szerintük mit csinált. Tegyék, írják, mondják. Igazából nem ez a fontos. Az a fontos, hogy őt hogy segítjük az úton, a felébredés, a boldogság az életcél felé, mert ő már segített nekem, és itt van a hangja kint. Az anyjának is, nekem is, másoknak is. Úgyhogy a belső kicsi buddhádnak a megtestesülése a külső. És hogyha a gyermeket tanítványnak és tanítónak egyszerre fognánk föl, és nem valamilyen gondolkodással, hát akkor csak ő lesz a tanítónk. Nem, ő a gyerek, te vagy a felnőtt. Neked is tanítanod kell, ahogy tanulnod, és őnek is, mind a kettőt, tanítani és tanulni. Megnézni, hogy az adott pillanatban pontosan mi történik. A jelenlétben, figyelemben, kapcsolatban. Hogy tényleg a szeretet művét valósítjuk-e meg, vagy pedig csak a karmánkat dobáljuk egymásra. És az alapélmény az, fogantatástól kezdve, hogy a lélek kapcsolat változatlan. Pocakon belül, pocakon kívül, éjjel, nappal, sírásban, örömben, evésben, ivásban, mászásban, mosolyban, gőgicsélésben, csendben, egy pillantásban. A lélek kapcsolat változatlan. Teljes sávszélesség. Na, ez az, ami a tanítás, hogy a gyerek ezt kívánja. Ezt adja, és ha a szülő egy picit is rálát, ezt is kapja a szülőtől. Jelenlét, figyelem, kapcsolat, szeretet. Ez a sor. Ha nem vagy jelen, nem tudsz figyelni. Ha nem figyelsz, nem vagy vele kapcsolatban. És ha már kapcsolatban vagy vele, mi megy át gondolatban és érzelemben, szóban és tettben? Szeretet vagy valami más? Ez a négy lába ennek az asztalnak. Úgyhogy azt érzem, hogy egy komoly új fejezet nyílt az életünkben, a feleségemében és az enyémben, és így egy kicsit a szangájéban is, akik fantasztikusan viszonyulnak az egész helyzethez és a benne résztvevő családhoz. Ez egy nagyon nehéz kenyér, hogy hogyan lehet a szellemi úton integrálni a családot és a csoportot, a vér szerint és a szerződés szerinti kötöttséget. És itt nagyon vigyázni kell arra a középútra, amely megóvja mind a kettőt, hogy a család család legyen, a csoport pedig csoport, de a kettő mégis egyben, egy térben, egy időben létezik. Hogyan? Tehát ez egy nagyon érdekes, kényes egyensúly. Úgyhogy igen, ez egy radikálisan új fejezet, és a harmadik Szaturnus ciklusomat biztos, hogy ezzel töltöm. Köszönöm. Egyéb kérdés? Nagyon nyomaszt, hogy elkezdtem öregedni. Tehát téged érzem, is? Igen. Ez borzalom. És valamelyik Dharma beszédedben mondod ezt a kifejezést, hogy szépen megöregedni. Igen. Lehet csúnyán is. Hát ez az igen, de engem a szépen megöregedni érdekelne. Szerintem a legnagyobb lépést megtetted e felé. Van egy jó párkapcsolatod. Ez szerintem egy nagyon jó lépés volt, mert akkor így el lehet feledni egy kicsikét a kort, és a másikra koncentrálni egy kicsit, úgyhogy te mit adsz magadból neki. És van valami, ami a szeretetben az öröklétet egy picikét így érzékelteti. Tudjuk, hogy öröklét az nincs, mert ha létezés, az nem örök.
De van valami bennünk, ami a körforgás, az élet és halál körforgása fölé tudja vinni a tudatot. És a szeretet és a szerelem az egyik ilyen, ha jól csinálod, ha tényleg önzetlen mind a két oldalon. És innentől kezdve ne a saját koroddal foglalkozz, és végképp ne a párodéval. Azzal, hogy most, hogy adsz és kapsz, fogadsz el és nyújtasz karmát, bármiféle kölcsönhatást, hogyan formálod ezt egy szeretetteli kapcsolattá? Ennek a testnek a kora, ez másodlagos. A léleknek az állapota, a tudat frissessége, ez kell. Köszönöm. Még egyet kérdezhetek? Szerintem kettő is lesz, mondjad. Hogy többször mondod dharma beszédekbe, hogy addig ismétlünk valamit, amíg így nem válik tudatossá az, hogy így ismételjük. És egy konkrét példát szeretnék mondani, hogy van egy ilyen ismétlődés, hogy az előző osztályomat 8 évvel ezelőtt adtam le, és őket is azt hiszem 6. vagy 7. vettem át, és amikor ők kimentek, a mostani osztályom tulajdonképpen akkor jött oda az iskolánkba egy elsős gyerekként, és most 8-asok, és őket is, nem tudom, 6. vettem át. Így, ha átveszek egy osztályt, akkor az egyszerűen nem, valahogy nem jó. Hanem mi az, hogyha tudatossá válik valami, akkor az ismétlődés, ha jól értem, az megszűnik. Megszüntethető. Tehát az eredeti mondat így szólt, egy trauma addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. Tehát amíg a tudattalanodban ez programként, mintázatként, sémaként ott van, addig azt kitolod a térbe, kitolod az emberiségre, a környezetre, és visszajön hozzád látszólag külsődleges karmaként. Így szoktunk balesetet szenvedni, így történnek velünk véletlenek, stb. Stb. Na most nem minden traumatikus, ami ismétlődik. Nézd meg, hogy találod meg a közös hangot ezzel az osztállyal, akiket nem elsőskoruktól fogva vezetsz. Az előzetes karmák azok mind kezelhetők. Ne vedd őket adottnak, fixnek, átalakíthatatlannak, mert ezzel taníthatatlanná teszed őket. Tehát úgy lásd őket, ahogy vannak, és tegyél föl nekik olyan kérdéseket, amik, mint a kis spicvéső, úgy lehasítják a fixa ideáikat, azért ők még így is 5. is nagyon fiatalok. Tehát tessék velük úgy dolgozni, mintha veled kezdtek volna. Oké? Okay? És tudom, hogy ez nehéz, de nem szabad a múltjukat fixa ideaként úgy tudomásul venni, akkor nem tudok rajtuk változtatni, mert mással kezdtek, és az első 4 évük mással volt. Jó? Mm-hmm. És az összes többi már szakmaiság. Amit most mondtam, az egy tudati hozzáállás, és te, mint 34 éve a pályán lévő pedagógus, én pedig, mint aki 34 éve elhagyta ezt a pályát, szerintem erről te többet tudsz már. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az egészséges én határokat megtartani, hogy mondjuk a kívülről jövő tükrök, azok ne jöjjenek túlságosan be, és ne vegyem már be azt, talán így van, amit mondjuk rám akarnak vetíteni, de nem. Pontosan. Tehát ne válj így mások következményévé, ne válj olyan emberré, akivé nem akarsz, mert valakinek a projekcióit elhiszed. Tehát ez is egy minősített esete az önuralomnak, hogy te az egyenes utat, a helyes irányt megtartva nem válsz mások véleményeinek, elvárásainak a következményévé. Ezek a természetesen kijelölt én határok. Amíg ez nem válik önzéssé, addig semmi baj. De ezeket megtartani néha nagyon durván kell. Nem durván, határozottan. Határozottan, igen. Ez nem durva. A határozottság még nem durvaság. Ez lehet nagyon finom is. Nem mindig sikerül finoman. Biztos vagyok benne, mert senkinek nem sikerül mindig finoman. Gyakoroljuk a személyiség határainak kijelölését közösen, mindenki mosolyogjon, és közösen velem együtt mondjuk azt, hogy nem. 1, 2, 3. Nem. Még lágyabban. 1, 2, 3. Nem. Még egyszer. Nem. Módosítom, figyeljünk az előző kérdés tulajdonosánál is. Szeretlek, de nem. Közösen. Szeretlek, de nem.
még följebb, nagyon szeretlek, de mégsem. Közösen. Nagyon szeretlek, de mégsem. Ugye milyen finom volt? És a másik, mint a tajgetoszba, így hullik le, szegényként. Tehát azért figyeljünk, hogy hol mondasz nemet, és hol mondasz igent. A határok kijelölése nélkül csak korlátaink maradnak. Ez fontos. Tehát a korlátoltság azt jelenti, hogy nem tudsz helyesen igent vagy nemet mondani, a határok kijelölése pedig az, hogy végig kapcsolatban maradunk, és a kapcsolat a 0 és 1 bitjeiből van összerakva, ahol igent mondtunk, ahol nemet mondtunk. Ebből van összerakva. És ugyanolyan bátorság kell mind a kettőhöz. Ugyanolyan helyzetfelismerés kell mind a kettőhöz. És azért azt hadd mondjam, hogy nagyon böcsületesen azt mondtad, hogy ez nem mindig sikerül. Igen, ez így van. De megfelelő szellemi gyakorlattal többnyire sikerül. A saját önképet, téves nézeteid, haragod, vágyaid és egyebek kézben tartásával, esetleges levetésével jobban sikerül. Én magam ezt a gyönyörűen ugye, kérdezett családi életet nem tudnám szellemi környezet nélkül élni. Nem hinném, hogy bármilyen minőségről beszélhetnénk, hogyha nem gyakorolnék. És így is van mit javítani. Úgyhogy csak gyakorolni kell a tiszta tudatot, és akkor ezek a dolgok, amiket említesz, és az önuralom maga azért kerül a helyére, mert az önkép, az avatár, a személy a helyére kerül. Oké? Okay? Ja. Isten áldjon, köszönöm mindenkinek. Nagyon szívesen, nagyon szívesen. Utolsó két kérdés. Említetted, hogy jártál Kínában a Fehér Ló templomban. Így van. Hogy 1997. És valami Bóti Dharma vitte oda a szútra tekercseket, hogy erről... Nem Bóti Dharma vitte, hanem egy szerzetes egy vitte. Egy szerzetes. Még Bóti Dharma előtt. Tehát azért a buddhizmus Bóti Dharma előtt, mert pár száz éven keresztül ott csordogáltam rendesen Kínába. Uraiba Oshima a Aikido a természet harmóniájában a természet istenét a Shinto vallásban Tenri Shizenokinak hívja. Most itt ezek rokon vallások, vagy rokon eszmék, vagy rokon filozófiák. Nem értek a Shintohoz. Nem tudom megválaszolni a kérdésedet, tudatlan vagyok. És hol van ez a Fehér Ló templom? Kínában? Hát Kínában, ott délfelé. Délfelé. És azért Fehér Ló templom, mert nem tudjuk, milyen színű volt a ló, de pont ott halt meg. Kilehelte a lelkét, és a szútrákot leomlottak a földre, és építettek köré egy templomot. És ha már ló volt, biztos, hogy fehér volt, mert az a tisztaságnak a színe. És ez a szútra templom, ez nagyon sok mindent átvészelt. De annyira híres volt, hogy nem merték még Maóék sem lerombolni. Tehát ez megmaradt, ki lett üresítve, csomó minden történt, de a falak megmaradtak, és a 80-es években kezdődött egy enyhülés a Deng Xiaopingi érában, ahol nagyon sok mindent a régi kínai kultúrából szigorú kontroll alatt restauráltak. És akkor nyílt egy újabb fejezet. Úgyhogy én ott voltam, és látszott azért, én emlékszem még az étkezőre, meg a szerzetesekre, hogy vagy nagyon öreg szerzetesek voltak, vagy nagyon fiatalok. Mert a kulturális forradalom az teljesen kinyírta, hogy a 66 és 76 között, hogy mi volt Kínában, el se tudjuk gondolni. Kőkemény. Kőkemény. De az a generációna, az hiányzik. És én kívánom, hogy a szútra templomok összességében folyik olyan tanulmány és meditáció, ami elvezeti őket a nem fogalmi bölcsesség állapotához. Köszönöm. Nagyon szívesen. Utolsó kérdés. Olyan céltalanság van bennem, hogy igazából mind munkába úgy érzem, jó helyen vagyok, de mégse párkapcsolat valamilyenek vannak, de mégse az a jó hír, hogy egy év, egy hónapja ki jöttem az alkoholizmusból, ami azért azt jelezte nekem vissza, hogy lehet mindenem változtatni. Elég nagy függőség volt. Csak igazából, hogy mennek a napok, és hogy én nem érzem azt a haladást.
Tehát mind párkapcsolatban, mind munkákban, rengeteg munkámban hívnak ezt, vissza, megbecsül. Ezt hívjuk gumiszalag karmának, vagy gumikötél karmának. Nem látod, de rajtad van. És amikor a változás bekövetkezne, vagy valamit elérnél, visszaránt. Apáddal milyen a viszony? Édesapám meghalt. Együttérzésem. Milyen volt a viszony vele? Nem túl jó. Okay. És szintén az ez alkoholizmus. Borítékolható volt a szenvedélybetegség miatt. Tessék szívesen ezt terápiával kiszedni magadból. Konstellációt, rosszról vagy családállítást javaslok. Egy nagyon tiszta és világos környezetben. Amíg apáddal nem rendezed a viszonyt, mert ő benned él. Az apai archetípus, ez benned van. Az, hogy a fizikai, lelki apukád kiszállt a testből, együttérzésem, a gyászfolyamaton végig kell menni, de részletkérdés. A benned élő apa még mindig fog, még mindig taszít bele, ahonnan kijöttél. Amíg ezt nem rendezed, nem tudsz haladni az úton. Tehát a benned lévő apa archetípust tessék kipucolni, és az utad olyan egyenes lesz, mint a méterrúd. Ez a feladat. És ezt részben konstellációval, térben, részben meditációval, belső térben kell rendezni. Ehhez a zen nagyon jó alap, de nem végzi el ezt a munkát, mint hagyományos praxis, mert a zenben nem családterápia volt. Viszont illeszthető a kettő, de nem keverhető. Úgyhogy ezt kell belül elvégezni. És ahogy az apáddal rendezetlen volt a viszony, és az anyád áldozatává vált ennek, úgy benned van egy anyaseb. És ez a normális párkapcsolat gátja. A következő lépés az ez, hogy az édes jó anyáddal való viszonyt rendezd úgy, hogy az nem olyan távolról sem, mint az apáddal való. Viszont ha ezt nem rendezed, akkor ugyanúgy nem lesz normális párkapcsolatod, mint ahogy az apáddal való rendezetlenség miatt normális sikered, munkád, utad sem. Értjük? Tehát az élet érzékszervi részért, érzelmi részért a női archetípus felel. A materiális, racionális, tudatbeli részért az apa felel. Amíg ezek az archetípusok belül szennyezettek, addig az utad nem lesz egyenes, és nem tudod miért, de olyan gátak, sikertelenségek, akadályok merülnek föl, amelyeknek a külső eredete nem nyomon követhető. Belevész valami bonyolult, átláthatatlan masszába, ahol te nem tudsz rendet csinálni. Belül kell rendet csinálni. Ez lenne az útja. Meditáció és konstelláció. És akkor nem mondok időhatárt, de nagyon belátható időn belül elkezd rendeződni az élet. Jó? Rendben. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy egy olyan élethelyzetben voltam, amikor édesapám halál előtt édesanyámat rám bízta. Most ugyanabban az élethelyzetben vagyok, csak ugye apám már nincsen, és tulajdonképpen ez az egész dolog úgy visszavet az egész életemben. Hogyan tudnák én ezen túllépni? Megvárni úgymond a természetes halálát, vagy pedig nem, nem fog meghalni, kilép a testből, de da capo al fine ugyanaz a válaszom, és a te helyzetedre alkalmazva ugyanaz, hogy meditációval és konstellációval tessék az apai és anyai archetípust rendezni, különben a családi karma megsokszorozza önmagát. És a mezőben a generációk elkezdenek ismétlődni úgy, hogy téged tanítsanak, hogy hol van benned az elintézetlenség, a feldolgozatlanság, hol van a csomó a palacsinta tésztában. Jó, köszönöm. Nagyon szívesen. Itt? Hogyan tudom eldönteni, hogy egy adott helyzetből most már tovább kéne állnom, vagy nem? Vagy feladatom van be? Ez a szó, hogy egy adott helyzet, ebben semmilyen tartalom nincs. Egy párkapcsolatból. Milyen párkapcsolat? Házasság. Vagy milyen minőségre? Azonnyomban lefetted egy formával. Nem azt milyen mondtad, hogy milyen a minősége. Hát pontosan. Hát én tudjam, milyen a párkapcsolat minőség, amely ráadásul házasság is. Hát a házasság minőségét azt te érzed. És hogy összeszorítottad az ajkaidat, és visszanyeltél valamit, az látszott, hogy van olyan minőség, ami
eléggé szenvedést okozó és nem szeretetteli, amely a korábbi kérdésednek a forrása volt. Így van? Nyilván. Nézd meg, hogy javítható-e, vagy le kell cserélni. És ezt hogy tudom eldönteni? Itt van a szívedben. Két kérdés. Tudom-e újra feltétel nélkül szeretni? Megmaradt-e a magva? Ha megmaradt, akkor lehet valamire építeni. Kettő, el tudjuk-e közösen végezni azt a munkát, amely ennek a kapcsolatnak az érzékszervi, mentális és egyéb síkon történő kijavítása. És hogyha ez is megvan, akkor el lehet kezdeni a munkát. Mert a feltételhez kötött birodalom és a feltétel nélküli birodalom találkozik abban, hogy ismét adtunk egy esélyt egymásnak, hogy x év után, hány év után? Három. Hát akkor itt még van ám helyzeti előny, van ám még egy kis kinetikus energia. És ez most a második. Az igen! Elég kemény. Igen, tanultál az első 20-ban? Lehet, hogy nem. Ez elég határozatlan válasz volt, hallod-e? Tehát megismételted-e a korábbi hibákat? A 20 éves kapcsolat során, bomlással együtt, ráláttál azért valamire? A most 3 évesben hasonló hibákat követtél el? Nem tudom. Már dehogy nem. Nem! Miért nem látod? Ne takargasd magad előtt, különben bontod, jön egy következő, ugyanazt meg fogod csinálni. Értem, és még gondolatmenetet is, és rohadtul szeretnék már rálátni, hogy miért ismétlődik, vagy nem, miért te meg történik. Akarod védeni magad. Hogy neked legyen biztonság, legyen jó, és ez az egész úgy, ahogy van, múljon el. De újra fogod termelni, mert magad, ha nem változtatod meg, hasonló kapcsolat lesz a mély szerkezetben úgy, hogy a felszínen valami teljesen más történik, más az adatlapja, ugye, a felületen, más az arca, más a kora, más a társadalmi státusza. De a tudattalanok nem tévednek, a tudatosak, az elme, az tud tévedni, a tudattalan az nem téved. És, hölgyeim és uraim, lényünk olyan kb. 95-96% a tudattalan. Pszichológusok mondják, hogy kb. 10% tudatos, ők nagyon optimisták, jóindulatúak, és simizik az ember önértékelését. Nem, jó, hogyha 4-5%, oké? Tessék ezt egy kicsit megnövelni, és beletenni még egy kicsi energiát ebbe a 3 évesbe azért, hogy minél többet tanulj belőle. 3 év az egy komoly együtt töltött idő. És hogyha nem tanulsz belőle, akkor egyrészt tönkre vágjátok egymás 3 évét, és egy következőben potenciálisan ugyanazok a hibák elő fognak fordulni. Ezért érdemes gyakorolni. Ezért érdemes magunkon dolgozni, hogy minél kevesebb kárt tegyünk a másikban, és ő ezáltal bennünk. Úgyhogy akkor szenvedést egy picikét meghaladva, megszüntetve, a szeretetnek adunk egy újabb esélyt. Amíg egy fikacnyi esély van, egy talpalatnyi föld van, addig a mocsárból ki lehet jönni. Úgyhogy ezt meg kéne keresni. Bizony. Ez egy tragikus dolog, de mégis. Úgyhogy ne adjuk már fel olyan könnyen. És a folyamatban legyünk szívesek magunkra látni, a bennünk lévő folyamatokra látni, és lehetőleg magunkon változtatni, és meg fogod látni, hogy azonnyomban a világ, és főleg a párkapcsolat ezt le fogja követni. A párkapcsolat az egyik leginstabilabb dolog a világon, mert elképesztő energia szabadul föl benne. És mihet az információval, az önképpel és a másikról alkotott képpel ezt kontrollálni szeretném, ledobja a láncot. Sokkal inkább kérdésekkel kéne élni. Hogyan változom a helyes irányban minden pillanatban? Hogyan segítjük egymást minden pillanatban? Mert hogyha fix önképet akarsz, és fix másikról alkotott képet akarsz, előbb-utóbb árnyék van. Előbb-utóbb illúzió van, és nem őt látod, hanem a róla alkotott képet. Tehát minden reggel adja egy újabb esélyt, hogy úgy látod őt, ahogy van. Egy újabb esélyt, hogy javítasz, hogy ő is javíthasson, hogy ő is téged úgy láthasson, ahogy vagy. Ez az út. Kívánom azt, hogy mindannyian éljünk a tiszta tudat lehetőségével, ismerjünk fel mindent magunkban, és éljünk a változással, és így a változtatással.
ezáltal elérhetünk egy felébredettebb állapotot, és megszabadíthatunk minden lényt, beleértve magunkat, társunkat és családunkat is a szenvedéstől. Ezáltal elhárítjuk az akadályokat, a szeretet, a boldogság, az együttérzés és a segítség útjába. Köszönöm a figyelmet.